Amikor már azt hiszed, nincs lejjebb, jön Bogár László, Bencsik András, Torockai László, meg jön Ábrahám Robert, és megnyílik a hülyeség poklának kapuja. Az ország meg elindul szépen lefelé, és ezen a lejtőn nincs megállás. Kezdetben vala az ige. Az az ige, hogy kormányt váltunk. Aztán jött az az ige, hogy mindent ellopunk. Utána meg az az ige jött, hogy széljobbra sodródunk, most meg olyan igék vannak, hogy konteózunk, lapos földezünk és idióták vagyunk. Bogár László ismeri a történelmet, legalábbis ismeri valahogy. Ő úgy tudja, hogy Dózsa György egy pusztító ügynök volt, méghozzá a legpusztítóbb. Nem mondjuk de... ez a Dózsa György nevű ügynök is, Há, jó, jó, aki most úgy, úgy látszik... A jó minden rendszernek, holott valójában a legpusztítóbb ügynök volt, volt, mert azért, azért 12 évvel mohács előtt egy polgár, egy mesterségesen polgár kirobantott háborút. polgárháborút szervezni, az azért komoly trükk. Ki is volt ez a Dózsa György? Honnan származott? Sokan azt feltételezik róla, hogy székely volt, de erre valójában semmilyen bizonyíték nincs. Arra viszont nagyon sok van, hogy Dózsa eredeti neve George Dózsa Cohen volt. Ezt mindenki tudja, aki nem a mainstream médiából tájékozódik. Dózsa valójában egy szabadköműves lipsi volt, egy nagyon veszélyes ügynök, akit a CIA képzett ki arra, hogy polgárháborút robbantson ki. Ma már tudjuk, hogy Dózsa György a nemzetek feletti pénzuralmi világelit embere volt, és valójában mindenki az, aki bármilyen módon köthető hozzá. Mindenki amerikai ügynök, aki Dózsáról elnevezett utcák, terek közelében lakik, és az is, aki a Dózsa úti metró megállónál szokott leszállni. Ügynök az is, aki az újpesti Dózsának drukkol. Mert egy igazi magyar az fradista. Bogár Lászlónak nagyon csúnyán elmentek otthonról, de véletlenül se Amerikába mentek el, inkább valahova keletre, ahol sose voltak ügynökök. Most pedig úgy fogok áttérni Bogár Lászlóról Bencsik Andrásra, hogy továbbra is a bogaraknál maradok. A bogarak úgy tűnik teljesen előzönlötték a fideszes megmondó emberek agyát, és egymás után zabálják fel az agysejteket. Bencsik András szerint azok a budapesti ellenzéki szimpatizánsok, akik kimennek az utcára, bogarak. Tanulság, nemzeti ünnepen nem szabad elmenni, vagy ne menjen el mindenki vidékre, néhányan maradjanak Budapesten is, mert ezek a kis ö, 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 svábogarak, ezek kitodulnak az utcára, mert látják, hogy lehet. Az egyik kedvenc sorozatom a Black Mirror, aminek az egyik epizódja arról szól, hogy egy disztópikus világban a hatalom a rendőröknek úgy manipulálja az agyát, hogy a társadalomból kirekesztett embereket, akiket a rendőröknek hát időnként át kell segíteni a túlvilágra, ne embereknek lássák, hanem ilyen zombiszerű, szörnyszerű lényeknek. Valamiért ez a Black Mirror rész jutott az eszembe Bencsik András kijelentéséről. Az a lényeg, hogy lássuk ezeket az ellenzékieket bogaraknak. Mert mit kell csinálni a bogárral? Azt, igen, el kell taposni. Nem a bogár Lászlót, ő egy jó bogár, ő a mi kis aranybogarunk. A lipsi bogarakat kell eltaposni. De nem elég, hogy ezek a lipsi bogarak rendszeresen előzönlik a budapesti utcákat. Nem elég, hogy már mindenütt csak bogarakat látunk, még bogarakat is kell majd ennünk. És kik miatt? Hát persze. A nyugati, háttérhatalmas, ügynökképző, szabadkőműves lipsik miatt. A Fidesz már 5 évvel ezelőtt is ezzel riogatott minket a Sándor kedden egy csepeli lakossági fórumon arról beszélt, hogy a rovarevést népszerűsítő soros szervezetek miatt a magyar gasztronómia is veszélybe kerülhet. most meg itt van nekünk Torockai László, aki pontosan ugyanígy retteg attól, hogy a gonosz nyugat ránk a rovarevést. Az Európai Bizottság 2022. augusztusában bejelentette azt, hogy újfajta élelmiszerként házi tücsköt, a sárga liszt kukacot, és a keleti vándorsáskát hagyta jóvá. Az Európai Bizottság arra buzdítja az európaiakat, és köztük a magyarokat, hogy térjünk át a rovarok fogyasztására. Érted? Akarsz pizzát rendelni, nézed a étlapot, és választhatsz, hogy skorpió, svábbogaras, tücskös, sáskás vagy kukacos pizzát kérsz, mert más nem lesz. És azért nem lesz, mert ezt a nyugati szabadkönyvesek egy sötét szobába kitalálták. Na most az van, kedves Fideszes és kedves mi hazánkos nézőim, hogy rovarokat már évek óta eszünk. De nem úgy, hogy látjuk a rovart, hanem úgy, hogy nem látjuk. A kérdés csak az, hogy van-e valaki nekem miatt bármilyen baja, mert én például tök jól vagyok, pedig rovarokat eszem, ahogy ti is. Eddig is fogyasztottunk már rovart, és valószínűleg az elmúlt napokban is ettél valamit, amiben volt bizony rovar és egy szót se szóltál. Igen, van ugyanis két összetevő, ami rendkívül sok élelmiszerben benne van, és ez a Kármén és a Sellak. A Kármén sokszor E120 fedőnév alatt fut, a Sellak pedig E904 fedőnév alatt, de ez nem változtat azon a tényen, hogy mindegyik ilyen izékből készült. Minden esetre a rovarok, ezen belül a bogarak is nem csak nagyon táplálóak, hanem arra is kiválóan alkalmasak, hogy riogatni lehessen velük, akár a gasztronómiáról van szó, akár a budapesti utcákon felvonuló lipsikről. Mivel a rovarok, bogarak csúnyák, és a lipsik is azok. És csak egy bogár van, amelyik szép, és ő a bogár László. Egy rendkívüli esemény miatt megszakítjuk videónkat, ami nem élő. Egy ismeretlen személy csőtésztát helyezett el Deák Dániel konyhájában. A Megafon influencere időben értesítette a hatóságokat, így szerencsére nem történt katasztrófa. A rendőrség megerősítette értesülésünket, mely szerint Deák Dániel a fürdőkádjában összekuporodva, sírva várta, hogy eltávolítsák otthonából a veszélyes ételt, aminek elfogyasztása azonnali vércukoremelkedést okoz. Az influencer már jól van, a szó ismét DV, vagyis az enyém. Köszönöm, Dave, ahogy Orbán Viktor szokta mondani, folytatjuk, méghozzá a teljes agyhalállal. Ábrahám Robert ugyanis nem nemrég az ATV-ben előadta, hogy a gonosz igenis létezik, és itt él közöttünk, mármint nem közöttünk, hanem Amerikában, az amerikaiak között. De ne szaladjunk ennyire előre, a Robi először csak Orbán Viktor és a sátán küzdelméről beszélt. Ha? az a, az a vágyat, hogy akkor itt ne védjük meg Orbán Viktor, nevezzük meg, hogy akkor megint ellenségképet jelentett a 15. egy beszéd alkalmával, volt ilyen egyébként ebben a beszédben, csak az sokan elsiklottak fel, tehát egyébként megnevezte az ellenséget. Na, mond. Ez a beszéd azt hiszem, hogy ilyen 26-27 perces volt a teljes beszéd, és valóban 19. perc környékén, tehát ezt a mondatot megelőzően, nagyobb 5 perccel korábban hangzott el, amikor arról beszélt, hogy Petőfi minden dráma ellenére nem pártolt el a teremtő Isten mellől, és nem csapódott egyébként a, a, rom, a, nagy romboló szellemhez, a nagy szétdobáló, az így fogalmaz. Azt hiszem, hogy ebben benne volt, hogy, hogy kit tartja a legnagyobb ellenségnek. Ezen tudom, hogy ami nevetetünk, csak ugye egyre többen beszélnek egy bizonyos dologról a, a világban, és Orbán Viktor, mint vezető politikus, ebben élen jár. Tehát itt ugye folyamatosan beszélünk. a sátán dolgon. elleni küzdelemben? Orbán Viktor egy ilyen utcai harcos? De egyszerűsítve, igen. Ábrahám Róbert szerintem tud valamit. Ő már tudja, hogy Soros és Brüsszel után ki lesz Orbán Viktor következő célpontja. A sátán. Vagy ez a három egy és ugyanaz? Ez az új világrend, amiről mindenki úgy gondol, vagy úgy beszél, mint hogyha egy gazdasági világrenden elsősorban, szerintem jól látható, és az én saját véleményem jól látható, hogy az elsősorban egy spirituális új világrend lesz, és csak másodszorban gazdasági új világrend. Tehát ennek a gazdasági oldalra az többnyire a, a, a kifizetésére szolgál, és egyébként egy spirituális új világrend épül. Én ezt tapasztalom mindenbe. Tehát a, az elmúlt években elindult ö, ö, vóktól kezdve tényleg a, a teljes tudatipar, célzott támadásában mindenben azt látom, hogy épp készítik elő a világot egy spirituális De, eltállásra. És ezt nevezette is a Ezt, Ez nézd, ezt rengeteg néz, féleképpen nevezhetjük. Ugye Rovesz pierik a ezt felvilágosodásnak nevezték, meg a legfőbb légimádatának, igen, kultuszának nevezték, nevezték, most a nagy az a sátán műve? Ha, ha, baszki, nekem nagyon gyorsan át kell értékelnem, amit a suliba tanultam. Kiderült, hogy a felvilágosodás a sátán műve volt. És ez itt most nem a Viva Natura TV, hanem az ATV, majdnem főműsoridőben. Ez itt nem egy drábik előadás, hanem egy vitaműsor elvileg olyanokkal, akik értik, amiről beszélnek. Tehát a, felvilágosodás, meg a nagy mögött nem ateizmus állt, hanem ő keményen hit valamiben, hiszen nem vezette volna be ezt a dolgot. A mindegy, szóval tök mindegy, hogy ezt most a miniszterelnök nagy szédobáló szellemnek, meg romboló szellemnek nevezi, vagy tök mindegy, hogy ezt a liberalizmus atyának nevezzük, vagy tök mindegy, hogy egyszerűen Lucifernek, igen, ez zajlik. Elnézve ezeket a hatalmas gondolkodókat, akikről itt szó volt, nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez az agyrém most már a fideszes kommunikáció része. Drábik János szelleme bizony sikeresen átvette a hatalmat a nerv fölött. Nagy kár, hogy mindeddig magának Drábiknak mégse sikerült bekerülni a fideszes körökbe. Legalábbis én azt látom, hogy inkább a mi hazánkosok futatják a pénzhatalmi világelit szakértőt, pedig ha Ábrahám Robert belefér ebbe a világba, akkor Drábik simán. Csak azt nem értem, hogy hol késnek már az ufók? Mikor jönnek már a ufók? Amúgy a földönkívüliek szerepe nem annyira egyértelmű, ha belegondolunk. Szerintem először még ki kell pontosan találni, hogy kivel vannak. Kik ezek a földönkívüliek, akik elrabolták Pataki Attilát? Ezek nemzeti ufona uták, vagy nemzetellenesek? Na, ezt még rendesen ki kéne találniuk a fideszes kommunikációs szakembereknek, bár lehetséges, hogy egyszerűbb lenne, ha megkérdezik őket, hogy mit képviselnek mégis, milyen ideológiát, meg melyik pátra szavaznának amióta van egy Isten hit, azóta van ellentét az egyisten Isten között, amit persze nyilván a te olvasatodban azt jelenti, hogy a sátán mindig közöttünk járt, de hogy most is. Most is. Azon vitatkozhatunk, hogy West Hollywoodban él jelenleg, vagy a Fifth Avenue, de igen, azt gondolom, hogy fizikálisan is jelen van a világban. De, de a mindenképpen egyabján... az Egyes Államokban. Hát az most a nagy Babilon, persze. De nem lehetne valahogy kideríteni a sátán címét? Mert ez így elég kevés, hogy Amerika, West Hollywood, Fifth Avenue, házszám, emelet, ajtó. Ha esetleg tudnánk a pontos címet, akkor el lehetne fogni, kihallgatni, felelősségre vonni. De hát így nagyon nehéz. Azt persze fel sem merül a Robika fejében, hogy a gonosz esetleg keletebbre él, mondjuk Oroszországba valahol. De ott nem élhet, mert ott ügynökök sincsenek, háborús bűnösök se sincsenek, és Lucifer is már rég elköltözött a tengerentúra. De vajon miért? Miért költözött oda? Hát csak nem azért, mert ott jobb élni. Hm? Lehet, hogy a sátán is jobban csípi a nyugati demokráciákat, mint a keletit? Olyan ez a sátán, mint a magyar fiatalok. Mert valamiért azok se keletre akarnak kivándorolni. Kedves sátán, ha most itt vagy velünk, kérlek, iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot, like és hogyha van kedved, nézd meg ezt a Bencsik Andrásos videót itt alattam. Kat, ide!